Talán a Ladics ház mellett van még alföldi, földszintes polgári ház. Mitől érdekes ez a ház? Valóban Gyulán számos ilyen alföldi, földszintes polgárház megmaradt, ami a városnak azt a jellegzetes karakterét adja. Amitől a mögöttünk lévő épület különleges, amit egyébként Kliment ház néven tartunk számon a városban, ez talán az, hogy ez is műemléki védettséget élvez. Tehát ez is egyik annak a néhány ingatlannak, ami ebből a típusból megmaradt, és a város arcolatához szervesen hozzátartozó műemléki védettséget élvező épület. Mitől is különleges maga ez az épület? Talán azt mondanám, hogy pontosan attól különleges, hogy sem olyan igazán különleges nincsen benne. Az a típusú ház, ami nagyon sok volt, és tényleg szerencsére még jó pár meg is maradt belőle Gyulán, ez egy, ahogy te is mondtad, egy alföldi, földszintes polgárház. Sok mindenben hasonlít valóban a Ladics házhoz. Hasonló jellegű, teljesen zárt beépítésű az utcán. Láthatjuk a homlokzatát is, hogy egy 7 ablakkal tagolt, korabeli ablakkeretekkel megmaradt homlokzat. Száraz kapun keresztül lehetett bejutni magára az udvarra, és ez is egy L-alakú épület, mint amilyen a Ladics ház is volt, tehát az utcafronti homlokzat mellett van egy belső, egy benyúló szárnya is, ahol szintén a Ladics házhoz hasonlóan ilyen jellegzetes tornácok voltak, oszlopos tornác volt. Ezt a tornác részt ezt ezen az épületen most egyébként teljesen be van építve, tehát megváltozott a jellege ilyen szempontból már. Illetve megvoltak a kiszolgáló épületek és hátul, ami szintén műemléki védettséget élvezett, ezeket azonban sajnos az idők során lebontották. Ez az ingatlan, ez most magánkézben van, ahogy láthatjuk is a kapu fölött, egy szálláshelyként működik a 200 éves apartman néven. Ilyen szempontból is érdekes, hogy a többi ilyen típusú házunk, amik védettséget élveznek, azok valamilyen szempontból vagy városi tulajdonban vannak, vagy közgyűjtemények lettek. Itt ez viszont még egy élőház, hogy így mondjam, de az a jellegzetes arculata ez ettől függetlenül megmaradt. Ezt a házat Kliment ház néven tartják számon, arról a családról, akik talán a leghosszabb ideig birtokolták ezt a házat. Az 1860-as évek közepétől 1951-ig volt, tehát egy majdnem 100 éven keresztül volt a Kliment családnak a tulajdonában. A Klimentek, ők egy hivatalnok polgár család voltak gyakorlatilag ebben az időszakban, akik jelentős szerepet vittek a város életében. A Ladics családdal is rokonságban voltak, az egyik Kliment lány, Kliment Margit, Ladics Lászlónak lett a felesége, és azért is tudunk ilyen sokat erről a házról, mert a Ladics hagyatékban nagyon sok a Klimentekhez kapcsolódó irat, dokumentum is megmaradt, és így azért betekintést nyerhettünk ennek a családnak az otthonába is, hogy így mondjam. Az első Kliment, aki Gyulán megtelepedett, ő Kliment Gyula volt, ulánus tisztként szolgált itt Gyulán. Az ulánus az egy lengyel eredetű lovas katona gyakorlatilag, nagyon egyszerűen így fogalmazhatjuk meg, egy picit hasonlít a mi huszárunkhoz, és amikor itt Gyulára került, akkor megismerte Csau Szidóniát, aki hát mondjuk úgy, hogy elcsábította, szerelembe estek, tehát kialakult ez a kapcsolat, és 1867-ben összeházasodtak, és utána kerültek ebbe a házba. Csausz Szidónia egyébként Csausz Lajos neves gyulai orvosnak a leánya volt, tehát egy másik ismert gyulai familiával került itt kapcsolatba a Kliment család. Kliment Gyula azután, hogy megházasodott, itt telepedett le a városban, kilépett a seregből, és először a környező birtokain gazdálkodott, utána pedig megyei hivatalt töltött be, különböző megyei hivatalokat. Egy ideig még, hogy egy picit hazabeszéljünk, a vármegyei levéltárnak a kezelője is volt, utána pedig később majd pénzügyi vonalon érvényesült, alpénztárnokként ment nyugdíjba, majd vármegyei alpénztárnokként. A több gyermek is volt, gyakorlatilag 8 gyermek született a családban, ezek közül 4-en érték meg a felnőttkort, és közülük 3-an leányok voltak, ami azt jelentette, hogy az 1880-as, 90-es években itt azért egy elég pezsgő élet folyt ebben a házban, hiszen a lányok kapcsán nagyon sok látogatója volt ennek a háznak. Erről akár majd beszélgethetünk részletesebben is egy picit. Milyen is volt ez az élet?
Tehát ahogy említettem is, az 1880-as, 90-es években három eladósorban lévő lány is volt a Kliment házban. Ez nagyon sok vendéget vonzott, nagyon sok látogatót. Eleve a Kliment ház az úgy mondjuk, hogy egy ilyen nyitott ház volt, tehát nyílt házat vittek. Kliment Gyulának is voltak vendégei, hiszen ő a hadseregből igaz, hogy kilépett, de a katona kapcsolatai megvoltak, és Gyulán állomásozó tisztek, azok rendszeresen jártak hozzá vendégségbe. Névnapokon tudjuk, hogy voltak náluk köszöntők ilyen alkalmakkor is, de nem ő vonzotta a legtöbb vendéget, hanem inkább ezek a csinos fiatal lányok. Gyakorlatilag Kliment Margitnak, a legidősebb lánynak a levelezéséből tudjuk, hogy ebben az időszakban szinte minden második nap valamilyen vendég volt a házban. Volt, hogy vacsora meghívásra jöttek, volt, hogy kis házi bálokat rendeztek, volt egy kialakult társaság, 8-10 fő, akik rendszeresen egybe jártak, és később ebből a társaságból történt a párválasztás is, hogy így mondjam. Kliment Margit, ahogy említettem, például Ladics Lászlónak lett a felesége, Ladics László ebben az időszakban rendszeres vendége volt a Kliment háznak természetesen, zsúrokon vett részt, zongora volt, szalon volt a házban, ahol zongorált, kis házi koncerteket tartottak, rendszeresen jártak egymáshoz, hogy úgy mondjuk vizitáltak. Nem csak a Kliment ház, hanem volt, amikor a Kliment lányok mentek, és a környező házakba, akár a Ladics házba, akár Novákékhoz, akik szintén egy ilyen, ebben az időben egy ilyen a társaságba tartozó fiatal lány volt, a Novák Izabella, akár hozzámentek. Tehát ilyen kölcsönösen megyünk oda egymáshoz, és jól érezzük magunkat ebben a társaságban. És emellett persze volt olyan is, ami nem csak kifejezetten a Kliment házhoz tartozott, hanem voltak a nagybálok, akár a megyeházán, ahova az egész társaság eljárt, és tényleg egy ilyen pezsgő, fiatalos élet folyt ebben az időszakban, amikor férhez mentek a lányok, akkor utána ez valamilyen szinten megváltozott természetesen. A három közül egyébként a legfiatalabb, a Márta, ő nem ment férhez, és utána ő lett a háznak a legutolsó lakója. A fiú testvérük Ferenc, ő is itt élt még vele, ő sem alapított családot. Ő vármegyei, a takarékpénztárnak, a Békés vármegyei takarékpénztárnak volt az igazgatója egyébként, és viszonylag fiatalon, 1922-ben 50 pár évesen meghalt, 51 néhány évesen, és utána Márta egyedül maradt a házban. Megrendült a család anyagi helyzete, azt is mondhatjuk, pont amiatt, hogy a pénzkereső férfiak kikerültek a családból, de a két világháború között azért még azt mondhatjuk, hogy egy ilyen tiszta, szolid polgári létben élt a Kliment Márta. Itt is a nagy változást a II. Világháború utáni fordulat jelentette, amikor gyakorlatilag osztályidegenként minden tényleges bevétel nélkül kellett tengődni, és nagyon szerény anyagi körülmények között fejezte be az életét 1951-ben. Nem élte már meg, hogy 1952-ben a házat államosították, tehát gyakorlatilag elvették az örökösöktől, és állami tulajdonba került, majd 1958-ban megkapta ezt a műemléki védettséget. Az utó életéről talán ennél többet nem is nagyon tudunk, az, hogy később majd ismét magántulajdonban került, és napjainkban pedig tudjuk, hogy milyen funkciókban működik tovább szálláshelyként az ingatlan.